Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miss Wish, augusztus 16-án. A mai napon a hold a Punárvassú holdházban található. Ez a holdház a Sirius csillag hatása alatt áll. Tehát Sirius kihat a mai napra. Sirius a nagy kutya csillagképpen található. A legfényesebb csillag az égen. És ez azt jelenti, ennek van kisugárzása. Ugyanúgy hat ránk is. Egy jó energia, és mi most úgy feltankolhatunk, lesz a mai napon kisugárzásunk, egy jó fellépés. A nap egy jó kapcsolatban áll Mars bolygóval. Az utal a mi életerőnkre és a tettekre. Nálunk hölgyeknél is, de a mai napon inkább a férfiak érzik magukat erősnek. Viszont vannak még korlátozások. Okos lenne, ha még néhány napot várnánk, és később tennénk valamit annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok. A mai napon van egy Merkur és egy Mars kapcsolat, egy úgynevezett trigón aspektus. Ez nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó, és ez ahhoz vezet, hogy a férfiak nyitottak lesznek egy beszélgetésre, és ami fontos, ők beszélnek érzésekről, anélkül, hogy mi kérdeznénk. Nyitottak. A mai napon van egy hold és Jupiter opozíción. Az azt jelenti, hogy ők szemben állnak. Ez olyan, mint egy tükör, és bele kell nézni ebbe a tükörbe. A hold energiájánál érzelmekről van szó, a Jupiter bolygó pedig adja a lehetőségeket. A Jupiter bolygónál vannak gyakran témák, ami az igazsággal, az igazságtalansággal, vagy egy bírósági üggyel áll kapcsolatban. Tehát ez is előfordulhat. Mivel ők szemben állnak, ez olyan, mint egy mérleg. És itt kell az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. A középpont az, ami fontos. Amire még felhívnám a figyelmeteket, Jupiter hajlamos arra, hogy valamit megbővít. És mivel szemben a hold áll, és az utal az érzelmekre, nem szabad, hogy most eltúlozzunk valamit. Az nem lenne jó, túl sok érzelmet mutatunk, mert akkor nincs meg ez az egyensúly. És akkor előfordulhat, hogy ő visszahúzódik. Amit én érdekesnek találtam a mai napi horoszkópban, az egy Szaturnusz hatás. Szaturnusz bolygó befolyásolja a sors utunkat, és őrzi a kármikus témákat. Szaturn kihat a kármikus csomókra, mindkettőre. A lefele mozgó hold csomóra, két óra kellemesen hat. Itt a múltról van szó. A másik holdcsomó az a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, egy életút, egy sorsút, amire a lelkünknek szüksége van. Szaturnusz besugározza ezt a holdcsomót, egy úgynevezett quincunx aspektusban áll vele. És mit jelent ez a quincunx aspektus? Én ezt úgy tudnám elmagyarázni, képzeljétek el, van előttetek egy inga. És én megkérdezném, mondjátok meg, hogy melyik irányba fordul ki.
Mi lenne a válasz? Nem tudom. Fogalmam sincs. Lehet, hogy jobbra, lehet, hogy balra. Az is előfordulhat, hogy az inga ki sem mozdul. Nincs konkrét válasz rá. És pontosan ez a kapcsolat a Szaturnusz bolygó és a felfele haladó holdcsomó között. Mi érezzük, itt lesz egy sorsváltozás, egy új lehetőség, egy új út, de nem tudjuk, milyen irányba. Fogalmunk sincs. Visszatérve Sirius csillagra, ami kihat a mai napra, mint mondtam, Sirius a nagy kutya csillagképben található. És milyen irányba mutat ez a nagy kutya? Ez mutatja az égi sarki csillagot, tehát bízunk abban, hogy valaki mutatja számunkra az irányt. Legyünk kicsit türelmesek, mert a mai napon vannak még korlátozások, viszont a következő napokban átlépünk ezeken, és előre haladnak az események. És ez volt a mai felvételem, Mizós, augusztus 16-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!